Igazából ugye ezt 6 éve kezdtük el csinálni ezt a gyűjtést, láttunk nagyon sok menhelyes kutyust, és onnan jött az, hogy igazából próbáljunk nekik segíteni, ha már így is kutyások vagyunk, akkor legalább a kutyástársadalom fogjon össze, és próbáljunk meg nekik egy kicsit jobbá tenni az életüket addig, ameddig ugye nem kerülnek gazdihoz. Kutyámmal, Ébőllel, aki most itt edz éppen a háttérben, idén Európa-bajnokok lettünk flyballban, Miss csapatával, illetve a saját csapatunk a Sopronban a Tornádox flyball team is kint volt az Európa-bajnokságon. 5. helyet sikerült megszerezni, azon nekünk ez inkább egy tanuló év volt még a saját csapatunkkal, de jövőre már kicsit komolyabb céljaink vannak. Megkerestem egy pár barátomat, hogy mi lenne, hogyha esetleg elkezdenénk ezt a gyűjtést, és akkor igazából, hál' Istennek, mindenki támogatott ebben. Aztán egyre csak többen lettünk, ugye, hál' Istennek, hogy most már azért a Facebookon is ugye van egy külön csoportunk, ahol minden évben számíthatunk az emberekre, akik folyamatosan már külön-külön is gyűjtenek a saját társaságaikban, a saját munkahelyeiken, tehát hogy tényleg egyre nagyobb lesz az egész. Például ugye idén először a Border Collie fajta mentésnek is ugye elkezdtünk gyűjteni, illetve a Tekete István Állatvédő Egyesülethez, ahol nem csak leadjuk az adományokat, hanem elvisszük a kutyusokat sétálni, tehát hogy igazából egy kicsit foglalkozunk is velük, ne csak az legyen, hogy lemegyünk, lerakjuk a távot, aztán utána ott is hagyjuk az egészet. Tehát ugye hál' Istennek a javuló tendenciát, a növekvő tendenciát mutat ugye a gyűjtés, az első évben kb. 500 kiló jött össze, tavalyi évben viszont mondjuk rekordmennyiségű 1500 kiló táp jött össze, ami mondjuk olyan szempontból lényeges, hogy ennek az egyesületnek, illetve ennek a menhelynek az egész éves tápellátását tudtuk biztosítani. Ők is nagyon meglepődtek, mikor beállítottunk a teherautókkal, hogy akkor megjöttünk. Azt, hogy az egyik barátomnak van egy webshopja, aki kutyatápokkal foglalkozik, és ő felajánlotta azt, hogy abban az esetben, hogyha tényleg a menhelyeknek megy, tehát rajtam keresztül, mivel én személyesen is ismerem, abban az esetben szinte beszerzési áron tud adni tényleg prémium minőségű tápot, ami szintén lényeges, hogy a kutyák azért tényleg olyan tápot kapjanak, ami azért elősegíti azt, hogy ne csak táp legyen, hanem azért legyen táp értéke is ugye az adott kutyatápnak, és ezért a Britcare tápok, amik bejöttek így a képbe, és innentől kezdve igen, online is lehet, tehát akár a kanapéból is lehet adakozni, úgyhogy föl sem kell állnunk. Tehát most durván ilyen 500 forint körüli kilóáron tudjuk megkapni, ami jó, mert szerintem, hogyha mondjuk megnézünk egy bármelyik szupermarketnek a tápját, ami nem olyan jó minőségű, szerintem az is közel ilyen áron van, hogyha nem drágább, és innentől kezdve akkor azért már inkább a prémium tápot adjuk a kutyáknak, mondjuk azt. Környékén szoktunk mindig lemenni, tehát hogy most jelenleg még az szilveszterig várjuk az adományokat. Igazából pár klikkelés az egész, tehát kiválasztom az adott mennyiséget a webshopon keresztül, következő már az, hogy ugye a kosárba kerül a termék, és onnantól kezdve én ezt már megkapom. Aki megteheti, azt nyugodtan tudom arra biztatni, hogy támogasson minket, ezáltal ugye a menhelyeket, és biztos, hogy jó helyre fog kerülni.